Érdekes találkozót láthattak szombaton a kosárlabda rajongók a Posta Sándor sportcsarnokban. A vendég DKSK visszavágott az októberi 2 pontos hazai vereségért, és szintén 2 ponttal 67-65-re nyerni tudott Baján. Dori, zice, egy, másik, miért megállt a másik zice? Miért akarsz dobni? Volt valaki előtte? Menj el faul alatt! Ki itt megverte az ember, menj el végig, miért megállt ide? Meg egy zice nyomja! Gyerekek, védekezés keresztül nyerünk. Preko odbrane moram da pobedimo. Tartsátok koncentráció, tartsátok figyelem, semmi más. Beszéljátok egymás között. Barbi, ne tél meg Brankica tanástalanok folytok itt, amikor fáj a borod. Muszáj egy mutassa egy másik is, ne össze-vissza csinálunk. Brankice, Barbi, most te fogsz csinálni. Figyel Maja, Maja pazi na trojku, zvučiće iz Maja kijem hármosnál. Jelena másik oldalon. Pazi ako ju dvajaju, otvori ovde da primiš tu loptu i onda idemo unutra. Gledaj Brankice, gledaj na pomaganje. Vidja za to, veš, egite, kio staši švore. Ajmo koraki, baci to, idemo dalje. Hoj, čekaj. Nagyon fontos győzelem, nagyon fontos meccs mind a kettő csapat számára. Sok hiba keresztül játszottunk mi is, ellenfél. Mi kicsi higgadtabb voltunk most. Kaptunk ez, ami elveszítettünk október 1, amikor ők nyertek Miskolcon. Szerintem a közönség jól élvezte ez meccs. Volt, amit említettem, sok hiba, de higgadtabb befejeztünk ez meccs. Gratulálok ellenfélnek, de gratulálok saját lányoknak is, hogy tudja kibírni ezt feszültség, mert számunkra nagyon fontos győzelem. A bajai csapatból Majasz Csekics a második félidőben sorozatban gyártotta a triplákat, és végül 38 pontig jutott. Igazi társai azonban nem akadtak ezen a mérkőzésen, és kívülről úgy tűnt, hogy az akarat is hiányzik. Szerintem a most mondom öltözőben a játékosban, ha én nem értem, ha egy szerbián körföldi játékos jön a Baján, és játszik orcos, és próbált nyerni a meccs, dobját 40 pont, és a Baján játékos nem akar próbálni csinálni egy répes és nyerni a meccs. A minden másik játékos dobni együtt 18 pont. Szerintem ez nem normál, szerintem nem tud nyerni egy játékos a meccs. Mi start rosszul játszik, utána Vissza próbált, szerintem van esély, van utolsó támadás, csak egy játékos biztos nem tud mindent csinálni egyedül. Csak zóna, tömör, segít. Reiner kétszer egyedül most, nem szabad egyedül, két ját, sprint, és kész, próbál. Ajde, és gyorsan, indul, most már csinál, úgyhogy, indul. Reiner Karol Paul, senki nem próbál. Te is úgy láttad, hogy Maján kívül igazából nem akartak ma játszani és nyerni a lányok? Szerintem mindenki, ez mindenki látod, nem én. Ez nagy problém. Én próbáltam a edzésben csinálni minden, csak szerintem nem sokkal szép tovább itt a csapatban. Hátki! Csekics nagyon jól játszott második félidő, bedobta rengeteg hármasok egymás után. Néztünk, elemeztünk ellenfel, tudtunk ők is ellen is hátrány pontok, tudtunk saját magunknak ellen hátrány pontok. Mondom, ez nianc eldöntött, mi egész meccsre vezettünk, volt nekünk pár üres járat, amikor Csekics bedobta különböző pontok. Rengeteg labda is eladtunk, rengeteg lépés is csináltunk, ami nem szabad ilyen meccsek. De nagy szív, nagy védekezés keresztül nyertünk ez meccs. Szerintem ez ellenfél Csekics kívül nem volt játékos, aki tudta bedobni, aki tudta felvenni ritmus. Egy játékos nem tudja nyerni meccs. Csekics beférne a Diós Győrbe is? Biztos befér, csak sajnos nekünk is van ilyen stílusú játékos, és Skadzsovics, aki nálam játszott 9 év ezelőtt, és akkor ő ismeri ilyen szisztémát, ő ismeri... Én rendszer, és emiatt is itt van. Jó játszik, tudja irányítani csapot, tudja kezelni csapot, én gondolom, hogy tudja végrehajtani, is jó játszik. De biztos Csekics is nagyon jó játékos, és biztos, hogy befér minden magyar csapatba. Biztos, hogy jobban is játszik, hogyha jobb csapot is kerül.
kemény. Egész pályó, pressz, pressz. Hajd. Nagyon fontos start, első 5 perc. Nagyon kemény. Egy, kettő, három. Jövő héten megyünk Beácban, szerintem meg egy nehéz meccs. Ha nem tud játszani jó védekezés, kemény védekezés, biztos van probléma. Biztos nem nyerni a könnyű. Volt egy régen látott ismerős is a Diósgyőri csapatban, a tavaly még a BNKK-ban játszó jelen a Budimir, aki elmondása szerint nagyon jól érezte magát Szombatonbaján, és jól esett neki, hogy régi közönsége megtapsolta a bevonuláskor.